Egy 4 gyermekes, 33 éves anya halt meg, amikor autójával egy kanyarban kisodródott, és egy szemből érkező teherautóval frontálisan ütközött a Heves megyei Ivád közelébe. Az autóban összesen 5-en utaztak, mindenki megsérült. 3-an könnyebben, de egy embert életveszélyes állapotban vittek kórházba a mentők. Martfű közelében is történt egy súlyos baleset, itt is egy személyautó ütközött teherautóval. A szürke személyautó a 2 méteres árakban állt meg azután, hogy a szemből érkező teherautóval ütközött. A kocsi tele volt, ezért a mentők nagy erőkkel indultak a helyszínre. A bejelentés alapján a baleset helyszínén körülbelül 6 sérültre lehetett számítani, ezért a munkatársaim összesen 4 mentőegységet, illetve 2 mentőhelikoptert is riasztottak a baleset helyszínére. A személygépkocsiban 2 fő beszorult, őket a katasztrófavédelem munkatársai tudták csak a roncsból kiszabadítani. A baleset következtében a személyautó egyik utasa, egy 33 éves arlói nő olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A balesetben további 4 személy sérült meg, őket a mentőszolgálat munkatársai kórházba szállították. A baleset egyik sérültjét életveszélyes állapotban vitték kórházba, a másik 3 utas könnyebb sérülésekkel megúszta az ütközést. Úgy tudjuk, hogy a baleset áldozata egy 4 gyermekes édesanya. Helikopterrel vitték kórházba annak a személyautónak a vezetőjét, aki eddig tisztázatlan körülmények között ütközött össze egy kamionnal Martfű közelében. A személyi gépkocsiból a sofőr nem tudott kiszállni önerőből, ezért őt a tűzoltó kézi erővel szabadították ki, majd átadták a mentőknek. A baleset miatt a Martfű és Rákóczi-Újfalu közötti utat lezárták, a forgalom órákon át szünetelt.